Kevés olyan vers van Saul leveleiben, amely nem okoz problémát az embereknek. Fejezetekről vagy könyvekről nem is beszélve. Azonban talán egyik sem annyira ellentmondásos, mint a Galatákhoz írt levele. Ezért ebben a sorozatban ezt fogjuk megvizsgálni. És meg fogjuk nézni versről versre, hogy mi is az, amit valójában Saul mondani szeretett volna, illetve mondott, és hogyan is kellene értelmezni az ő szavait. Galatákhoz írt 3. fejezet így kezdődik. Ó, balgatok Galácia beliek, kicsoda ígézett meg titeket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak, kiknek szemei előtt Jehusa Hamásiák úgy iratott le, ti köztetek feszítetett meg. Azaz, arról beszél, hogy ki az, aki félrevezetett benneteket, visszautalva ezzel Galatákhoz 2. fejezetre, melyben a 4. vers így szól, tudnélik belopózkodott hamis atyafiakért, akik alattomban közénk jöttek, hogy kikémleljék a mi szabadságunkat, melyel bírunk a másiák Jehusában, hogy minket szolgákká tegyenek. Megbeszéltük, hogy ez akkor egyrészt a farizeusi törvényekre vonatkozott, másrészt visszatérés az áldozati törvényekre és a Tora GPS művelése. De elsősorban az áldozat és a farizeusi törvényekről beszél. Nyilván akik belopózkodtak, azok, akinek érdekükben állt, hogy visszatérítsék ezeket az embereket a régi rendszerre, hiszen nekik az életük ettől függött, a megélhetésük ettől függött. Mellesleg, ha már itt tartunk, akkor nézzük meg az igazságot sokadjára. Ugye arról beszél, hogy ne engedelmeskedjetek. Ezek szerint az igazság az cselekedetekkel jár együtt, amennyiben engedelmeskedni neki kell neki. Az engedelmesség mindig valamiféle cselekedeteket, vagy pedig alkalmazkodást kíván, illetve ez az, amire utal. Számtalanszor hallhattátok már, nézzük meg még egyszer, Tehelim Zsoltárok 119, 30-astól a 34-esig így szól, az igazság útját választottam, azaz ez az igazságnak a menete, ez az igazság. A te ítéleteid forognak előttem, az ő ítéletei, ragaszkodom a te bizonyságaidhoz. A te parancsolataidnak útján járok, tanítsd meg, Jehova, a te rendeléseidnek útjára, oktass, hogy megőrizzem a te törvényedet, megtartsam azt teljes szívemből. Ezt jelenti az engedelmesség. Engedelmeskedni ezeknek az utasításoknak, az ő szavainak, az instrukcióinak, magyarul a Torának, a törvénynek. Zsoltárok 119-142 így szól. A te igazságod igazság örökké, a te törvényed igaz. Az ő törvénye, azaz a Tora, az instrukciók, maga az igazság, amiről ír Saul, hogy annak nem engedelmeskedtek. Végezető pedig Jesiahu 51.7-es így szól, hallgassatok rám, kik tudjátok az igazságot. Mi az, amiről beszél, hogy nem engedelmeskedtek az igazságnak? Hallgassatok rám, kik tudjátok az igazságot, te népkinek szívében van törvényem, azaz instrukcióim, a Tora. Azt kérdezi, hogy miért nem engedelmeskedtek az igazságnak? Miért nem azt szerint élnek? Ez az egyik. A másik, amit mond ezzel, az, hogy elmagyarázták nekik világosan, hogy mi az, ami a Mashiachnak a feladata volt, olyannyira, minthogyha ott történt volna közöttük, minthogyha szemtanúi lettek volna az egésznek, míg nem voltak. Ezért mondja azt, hogy nem értitek meg, hogy mi az, amiről beszélünk, hogy engedelmeskedjetek az igazságnak, vissza kell térni ahhoz az úthoz, és el kell felejteni minden más, beleértve az áldozatokat is. Második verszakban tovább folytatja, és így szól, csak azt akarom megtudni tőletek, a törvény cselekedeteiből kaptátok-e a lelket, avagy a hit hallásából. A törvény cselekedeteivel arra utal egyrészt, amiért belopóztak ezek az emberek, amihez visszapróbálták őket téríteni, az ő tradíciójuk, az ő hagyományaik, a hozzáadott szabályrendszerük, a Torához hozzáadott szabályrendszerük. Erről beszél, hogy ezek-e azok a dolgok, hiszen most a probléma az, hogy belopóztak közé ezek az emberek. Ugye az előző verszakban leírt, és próbálták őket eltéríteni ettől az úttól, amit követtek. Az igazi instrukciók, az igazi Tora követéséről.
Azt kérdezi, hogy ezekből a cselekedetekből kaptátok-e a lelket, avagy a hit hallásából? Nézzük meg, hogy mi is ez a hit hallása, amiről Saul beszél. A hit hallásból van, a hallás pedig Elohim igéje által. Rómaiakhoz 10:17. Azaz, azt kérdezi, hogy a törvény cselekedeteiből, azaz a tradíciók, amelyeket a farizeusok hozzáadtak, és az áldozatok, abból lett az a hit, ami nekik volt ahhoz, hogy a Ruach HaKodesh, a Szent Szellem vagy a Szent Lélek bennük lakozzék, vagy pedig a Tora olvasásából és az ige hirdetése által lett. Ugye a hallás Elohim igéje által van. Itt azt mondja, hogy a hit hallásából. Ha a hallás Elohim igéje által van, akkor a hit Elohim igéjének hallása által érkezik az emberhez. Erről beszél itt, vagy a Torára hallgatsz, vagy pedig az emberek törvényeire, és azokra az állat áldozatokra, melyeket a másiák a megjelenésével eltöröl. Tudjuk, hogy eltörölte, hiszen többek között Daniel 9-es fejezetben, a 26-27-es versben ezt megerősíti. 62 hét múlva pedig kiirtatik a másiák, és senki sem lesz. Ez ugye a maga a megváltó Jehusá a másiák. És a várost és a szent helyet elpusztítja a következő fejedelem népe, ez ugye Titus, és a vége lesz vízözön által, és végig tart a háború, elhatároztatott a pusztulás, azaz háború által elpusztul egész Jerusalem. És egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget. Mi ez? Ez az ő minisztériuma. Az, ami idő alatt hirdette az igazságot. Ez az egy hét, de a hét felén véget vett a véres áldozatnak és ételáldozatnak. Miért? Mert a hét felén, 3,5 év után meghalt. Ugyanúgy, ahogy a hét negyedik napján következett be ez a halála. A lényeg az, hogy véget vett a véres áldozatnak és ételáldozatnak. Utálatosságos szárnyán pusztít, amíg az enyészet és ami elhatároztatott, a pusztítóra szakad. Azaz mindaddig, amíg az idő el nem jön, addig enyészet és pusztulás lesz nem csak azon a területen, mint ahogy látjuk még ma is, hanem az egész világon. Azaz, azok az emberek hallgatták azt, amit mondott a másiák, aki ugye felolvasott a törvényből, a profétákból és a zsoltárokból, ezáltal hittek ő benne, és ez a hit az, ami elhozta nekik a Szent Szellemet, a Ruach HaKodesh-t. Ezt írja le többek között Jehokanon 16, 7-es, 8-as vers. De én az igazat mondom néktek. Mi az igaz? Az előbb megnéztük. Jobb néktek, hogy én elmenjek, mert ha el nem megyek, nem jöv el hozzátok a vigasztaló, azaz a ruach. Ha pedig elmegyek, elküldöm azt ti hozzátok. Azaz meg kellett, hogy halljon, különben a ruach halkodás nem jött volna el az emberekhez. És az, mikor eljön, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. Mi a bűn? 1 Jehokanon 3-4. Valaki a bűn cselekszi, az törvénytelenséget is cselekszi, a bűn pedig törvénytelenség. Azaz a Tora megszegése a bűn. Ennek tekintetében fogja a világot megfedni. Mi az igazság? Az előbb megnéztük. Ez után jön az ítélet. Úgyhogy ez a ruák, amit elküld, ez elvezeti az embereket azon az úton, hogy el tudják kerülni a bűnt, megértik az igazságot, és az ítélet idején majd elkerülik azt, hogy eltaszítsa Jahua őket magától. Azért, mert megértették azt, hogy mi az üzenet, mi az igazság. Jehokanon 14:25-26 így szól. Ezeket beszéltem néktek, míg veletek valék. Ama vigasztaló, a Ruach HaKodesh, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek. Ha eszünkbe juttatja azt, amit ő mondott nekik, akkor hogy juthat az eszünkbe mást, mint ahogyan ő élt, cselekedett és tanított? Hogy lehet az, hogy minden, amit ő csinált, a Tora, az instrukciók betartását és azoknak a fontosságát mutatta be, és arra vezetett vissza, míg az a lélek, amiről nagyon sokan ma beszélnek, az ennek a tökéletes ellenkezőjét próbálja tanítani nekik. Akkor az a lélek nem az Atyától jön, az nem az,
ami az ő lelke, ami vezet minket az igazságra. Nem lehet az, hiszen csak egy igazság van. Amit magyaráz nekik Saul az az, hogy elkezdtétek a hit által, abban, hogy hittek a másiákban. Ez ugye eljött az ige olvasása által. Elkezdtek járni az úton. Miért mentek vissza arra az útra, hogy gépiesen csináltak az egészet, és próbáltok megfelelni a farizeusoknak és az ő álláspontjuknak? Hármas vers erről ír. Ennyire esztelenek vagytok? Amit lélekben kezdtetek el, most testben fejeznétek be, azaz elindultatok a helyes úton, tanulmányozva a Torát, járva azt az utat, most visszamennétek azokhoz, akik azt tanítják nektek, hogy a cselekedetek azok, amik számítanak. Azt, hogy gépiesen követni az írást, az különösen az ő hozzáadott dolgaikat, és visszatérni az áldozatokhoz. Nekik az áldozat nagyon fontos volt a farizeusoknak, hiszen ők ebből éltek. Ez volt az ő megélhetésük. Aki nem érti a rendszert, annak érdemes 3 Mózest elolvasni, hogy hogyan működött a lévita rendszer, és hogy az a Yahudim, a idézőjelbe tett zsidók, illetve a többi, aki a törvényt fenntartotta volna, azok az áldozatokból éltek. Az volt az ő megélhetési forrásuk, ők effektíve azt ették. Ha nem volt áldozat, akkor ő nekik el kellett menni dolgozni, úgy, mint mindenki másnak. Ezért próbálták visszacsábítani az embereket oda. Annyit szenvedtetek hiába, ha ugyan hiába, hogy mindaz, amik át kellett esni, az a üldöztetés, ami ezzel járt, az mind hiába volt, elfelejtettétek, és most visszamentek arra az útra. Annak okáért, aki a lelket szolgáltatja néktek, és hatalmas dolgokat művel bennetek, az atya, a törvény cselekedeteiből, vagy a hit hallásából. Ugye a kérdés az, hogy a lélek, illetve az atya, a törvény cselekedeteiből, a farizeusi törvényekből, az áldozati törvényekből, vagy pedig a hit hallásából érkezette meg. Hogy melyik az, ami fontos. Az atya mindig engedelmességet követelt, és ez az, amit elvárt. Engedelmességet az ő instrukcióihoz, nem az emberek által felállított törvényekhez. Ez az egyik. A másik, az állatáldozat a törvény cselekedete, hiszen az effektíve cselekedet. Ha valaki bűnt követel, annak el kell vinni egy állatot oda, felboncolni, azt elégetni, feldolgozni, utána pedig hazamenni és élni tovább az életet. Ez egy cselekedet, ez idő, ez pénz. Ugyanúgy. Ezért mondja, hogy a törvény cselekedete. A törvény cselekedete nem az, hogy ne káromold Jahóva nevét, vagy a szombatnapot, ne dolgozz a szombatnapon. Ez nem törvény cselekedete, ez maga a törvény. Azonban a legfontosabb az ez, a hit hallásából. Először jön a hit. Az embernek el kell hinnie, hogy Jahóva létezik, és ő megjutalmazza azokat, akik őt kitartóan keresik. Ez április zsidókhoz 11.6, hit nélkül pedig lehetetlen Elohimnak vagy Jahuának tetszeni, mert aki Jahua elé járó, hinnie kell, hogy ő létezik. Ez a legfontosabb, valakinek el kell hinnie, hogy van Jahua, és hogy létezik a fiú. És megjutalmazza majd azokat, akik őt keresik. Nem akik mondogatják, vagy akik úgy gondolkodnak, vagy beszélnek, hanem azok, akik keresik, hogyan? A hit hallásából, azaz olvassák az írást, és átalakítják az életüket annak megfelelően. Ezek azok, akiket ő megjutalmaz. Ábrahámról már volt szó az előzőben, úgyhogy most erre nem térünk ki részletesebben, de nézzük meg a 6-os verstől, miképpen Ábrahám hitt Jahuának, és tulajdonítatott néki igazságul. Az ő hite volt az, ami a legfontosabb volt. Elhitte azt, hogy Jahóva végrehajtja a szavát, hogy beváltja az ígéreteit, annak ellenére, hogy nem láthatta meg azt. Tudta, hogy nem fogja meglátni azt, hogy ő népek sokaságának apja lesz, vagy hogy az ő magából áldatnak meg a föld minden népei, hiszen ez egy olyan ígéret, amit az ember nem láthat meg, hiszen nem élhet annyi ideig. De elhitte, hogy így lesz, és ez volt az, ami miatt ő igazzá vált. Nem az, ahogyan élt, hanem a hit. De az, ahogyan élt,
annak tükröznie kellett az ő hitét, különben a kettő nem lett volna összhangban, mint a legtöbb embernél sajnos manapság. Ha azt mondom, hogy hiszek ő benne, úgy élek, ahogy ő mondta, a kettő együtt kell, hogy járjon. Értsétek meg tehát, hogy akik hitből vannak, azok Ábrahám fiai. Az az igazi fia Ábrahámnak, aki hisz, és utána úgy cselekszik. Előrelátván pedig az írás, hogy Jahova hitből fogja megigazítani a pogányokat, eleve hirdette Ábrahámnak, hogy te benned fognak megáldatni minden népek. Ez Bereshit 12.3, többek között, és megáldom azokat, akik téged áldanak, és aki téged átkoz, megátkozom azt, és megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei. Ez az ígéret. Eként a hitből valók áldatnak meg a hívő Ábrahámra. Azaz, arról beszél, amiről az előbb is beszélt már. Meg amiről folyamatosan beszél. Ezt meggyőződéssel kell csinálni. Az embernek keresnie kell ezt az utat, olvasnia kell az írást, amit megért, azt úgy kell csinálnia. Ugyanúgy, ahogy Ábrahám hajlandó volt elhagyni a szülőföldjét, a rokonait, a családját, hajlandó lett volna feláldozni a fiát is, ha úgy van. Hiszen hit, ha ezeket nem teszi meg, ha nem engedelmeskedik a parancsolatoknak, akkor az nem az a hit. Hiába ül le, és mondja azt, hogy jó, oké, feláldoznám. És akkor ülnek tovább, és rágcsálják ott a mit tudom én, mit ettek. Akkor hogy bizonyította volna, hogy ő valóban hisz? A cselekedet az, ami bizonyítja, hogy mi hiszünk és értjük, és hogy a Ruach vezet minket. Ha ő azt mondja, hogy szombaton ne dolgozz, mert ez az, amit ő akar, akkor hiába mondogatja valaki, hogy én értem, én hiszek, én szeretem, ha ugyanúgy megy tovább és intézi a dolgait, meg focizgat, meg ide-oda járkál, akkor az nem bizonyítja azt. Nem attól lesz igaz, amit tesz, hanem a hite által, a hit azonban cselekedetekben nyilvánul meg. Nézzük meg akkor Bereshit 26.3.5-öt. Azért, hogy valójában mi is az, amiről itt beszél, hogy Ábrahám hitt Jahuának és tulajdonítatott néki igazságú. Hogyan is valósult ez meg a valóságban? Tartózkodjál ezen a földön, és én veled leszek, és megáldalak téged, mert te néked, és a te magodnak adom mind ezeket a földeket, hogy megerősítsem az esküvést, melyen megesküdtem Ábrahámnak a te atyádnak. Ezt ugye Izsáknak mondja. Azaz megerősíti azt a szövetséget, melyet Ábrahámnak tett. Megsokasítom a te magodat, mint az ég csillagait. Ez volt az első ígéret. A te magodnak adom mindezeket a földeket, második, és megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei, harmadik. Ez az, amit Ábrahámnak megígért. Miért? Mivel, hogy hallgatta Ábrahám az én szavamra, és megtartotta a megtartandókat, parancsolataimat, a rendeléseimet és törvényeimet, akkor a hit csak cselekedetekben nyilvánult meg, és a végén mégiscsak ez a cselekedet az, ami miatt Jahua betartotta az ígéretét. Miért? Mert Ábrahám is betartotta az ő részét, és Jitzák vagy Izsák is betartotta az ő részét. Ugyanúgy, ahogy Jakób, szintén, vagyis Jisrael, vagy Izrael. Ha elolvassuk Jakób, vagyis Jakab második fejezet 22-26-ig, de javaslom az egész második fejezetet, aki nem ismerős ebben, hogy megértse azt, hogy igenis a cselekedet az, a hittel együtt, ami által az ember igazul. És teljesen mindegy, hogy mennyire szeretné valaki, hogy ne így legyen. 22. Látod, hogy a hit együtt munkálkodott az ő cselekedeteivel. És beteljesedett az írás, amely ezt mondja. Hit pedig Ábrahám Elohimnak, vagy a Huának, és tulajdonítatott néki igazságul és Elohim barátjának neveztetett. Miért? Azért, mert hallgatott, hitt, és megtartotta azokat, amiket meg kellett. Azaz úgy cselekedett. Látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán hitből. Azaz, ha nem tette volna meg, akkor nem tartja meg Jahua sem az ő ígéretét. Hiszen minek tartsa meg, ha a másik fél nem alkalmazkodik ahhoz, amit megígért, illetve nem úgy él. Hasonlatosképpen pedig a tisztátalan Ráháb is, avagy nem cselekedetekből igazítatott meg, amikor a követeket házába fogadta és más úton bocsátotta ki. Ugyanúgy, ahogy Ráháb, mikor eljöttek hozzá a kémek, elrejtette őket, aztán elengedte őket, és azok megmenekültek. Ő is hitt abban, hogy igenis az,
az Elohim, vagy az a hatalmaság, ami az izraelitákat támogatja, vagy aki az izraelitákat támogatja, az az igazi. Elhitte, és az a félelem munkálkodott benne, és ez után elrejtette őket, és megmentette az életüket, és segített abban, hogy Jerikót legyőzzék. Ha bármelyik dolog nem történik meg, akkor Ráháb sem igazodik meg. Hiszen ha nem hisz, nem úgy cselekszik, ha nem úgy cselekszik, akkor meg azok nem élik túl, akkor meg miféle jutalmat várt volna. Ez ugyanígy vonatkozik ránk is. Mindenkinek megvan a feladata, ami le van írva ebben a könyvben, hogy mi az, aki ehhez alkalmazkodik, az az, akit a Ruach HaKodesh vezet, az az, aki tőle van, és az, aki megigazul a végén. Nem csupán a cselekedeteiből, hanem a hitből. Mert amiképpen holt a test a lélek nélkül, aképpen holt a hit is cselekedetek nélkül, akkor ezek szerint csak kellenek cselekedetek. Akkor miről beszél itt Saul a 10-es versben? 10-es így szól, mert akik törvény cselekedeteiből vannak, átok alatt vannak. Nézzük meg, hogy kik azok, mint hogy megvan írva, átkozott minden, aki meg nem marad mindazokban, amik megirattak a törvény könyvében, hogy azokat cselekedje. Nézzük meg, hogy hol van ez leírva. Debarim 27.14-26-ig így szól. Szóljanak pedig a léviták, és ezt mondják az egész Izrael népének felszóval. Átkozott az ember, aki faragott és öntött képet csinál. 16. Átkozott, aki kevésre becsüli az ő atyát vagy anyját, ugye 10 parancsolat. Átkozott, aki elmozdítja az ő fele barátjának határát. Átkozott, aki félrevezeti a vakot az úton. Átkozott, aki elfordítja a jövevénynek, árvának és özvegynek igazságát. Átkozott, aki az ő atyának feleségével hál. Átkozott, aki közösül valamely barommal. Átkozott, aki az ő leány testvérével hál. Átkozott, aki az ő napával hál, az apósával. Átkozott, aki megöli az ő fele barátját titkon. Átkozott, aki ajándékot fogad el, hogy ártatlan lélek vérét ontsa. Ezek azok, amikor az ember átok alatt van. Átkozott, aki meg nem tartja egy törvénynek igéit, hogy cselekedje azokat. És mondta az egész nép, I mean. Szóval, hogyha, ugye erről beszél, hogy átkozott minden, aki meg nem marad mindazokban, amik megirattak a törvény könyvében, hogy azokat cselekedje, ez az utolsó verse annak. Akkor két törvényről van szó. Ha átkozott mindenki, aki nem cselekszi azokat, itt meg mindenki, aki cselekszi azokat, akkor két külön törvényről kell, hogy szó legyen. Értse meg mindenki, tízesben azt mondja, akik a törvény cselekedeteiből vannak, átok alatt vannak. Aki a törvény cselekedeteiből van, átok alatt van. Következőben azt írja, hogy átkozott minden, aki meg nem marad mindazokban, hogy azokat cselekedje. Akkor két külön törvényről kell, hogy legyen szó. Az egyik az átok, a másik pedig az élet. Ugyanúgy, ahogy ő azt megírta itt Dabarim 27-es fejezetben. Van egy törvény, ami életet ad, ez Vaikra 3 Mózes 18.5, tartsátok meg azért az én rendeleteimet és az én végzéseimet, melyeket ha megcselekszik az ember, él azok által. Mit mond Saul? Átkozott minden, aki meg nem marad mindazokban, amik megirattak a törvény könyvében, hogy cselekedje azokat. Ugyanaz, amit mond itt a Tora, hogy aki cselekszi ezeket, az él. Ugyanazt mondja itt is. Két törvényről beszél. Az egyik az áldozati törvény, illetve a hozzáadott farizeusi törvény. A másik pedig maga a Tora, ami életet ad, ahogy azt láttuk 3 Mózes 18-ban, vagy 5 Mózes 27-ben. 11. Hogy pedig a törvény által senki sem igazul meg Jahó előtt, nyilvánvaló, mert az igaz ember hitből él. Ez mindig is így volt, és ezek az emberek mindvégig tudták, hiszen Habakuk, második fejezet 4-es vers, így szól, imé felfúvalkodott, nem igaz ő benne az ő lelke, azaz nem az igazi úton jár, elbízta magát, az igaz pedig az ő hite által él. Azaz ez régen is ugyanígy volt. Hisz, ezért úgy cselekszik. Ugyanezt mondja Saul. Ha a törvény által pedig senki nem igazul meg, milyen törvény? Az áldozati törvény, ami képtelen volt az embereket megigazítani. Akkor az embernek hinnie kell. Ha hisz, azt Jahua elfogadja, megadja neki a Ruach HaKodesh erejét, és onnantól kezdve jár az úton, amin kell. Így
igazul meg, így lesz ő igaz. Mi az, ami igaz? Az ő szava. Ha valaki azon az úton jár, az igazság útján, akkor lesz igaz. Nem az áldozati törvény, nem maga a tény, hogy ő csinálja a parancsolatokat gépiesen, hanem a hit együtt a cselekedeteivel. Ez az, ami megigazítja. 12-es így szól. A törvény pedig nincs hitből, hanem amely ember cselekszi azokat, élni fog azok által. Ugyanúgy, ahogy itt mondja, aki nem cselekszi, az átkozott. Tehát aki cselekszi, az él azok által. Ha ez a törvény cselekedete átok, ez a törvény cselekedete élet, akkor a kettő nem egy és ugyanaz. Azt mondja, hogy a törvény nincs hitből. Nézzük, mit mond a másiák. Mati, Jahu 23-23. Jaj, néktek képmutató írástudók és farizeusok. Kikről beszél? A képmutató emberekről. Ki a képmutató? Az, aki egy dolgot mond, és egy dolgot cselekszik. Aki azt mondja, hogy ő imádja, neki Jézus az élete, ő neki Isten a mindene, ő imádja a szavát, mindenét, ennek ellenére annak a teljes ellenkezőjét csinálja az életében. Jaj, nektek! Mert megdésmáljátok a mentát, kaprot és a köményt. Ugye, elfogadják az ajándékokat, amiről az előbb szó volt, ezek az emberek ebből éltek, ez volt az ő megélhetési forrásuk. Azonban mit csinálnak? Elhagyjátok, amik nehezebbek a törvényben. A törvényben ezek a dolgok, amik fontosabbak, a fontosabb az nehezebb, az nagyobb súllyal bír. Ezért mondja ezeket. A törvényben ezek a dolgok, amik nagyobb súllyal bírnak. Ítélet, irgalmasság és hívség. A hívség nem más, mint hit. Ezek pedig ezeket kellene cselekedni, és amazokat sem elhagyni. Azaz ugyanazt mondja, amiről itt beszél Saul. Hogy a törvény nincs hitből, hanem cselekedni kell azokat, és akkor élsz majd. Nem arról beszél, hogy ez a törvény, a Tora nincs hitből. Arról beszél, hogy az nem elég, ha az ember hisz. Ez nem hit kérdése csak, hanem ha cselekszed azokat, akkor fogsz majd élni. Hiszen a hited cselekedetekben nyilvánul meg. Erről beszél itt a Messiák. A törvényben a fontosabb dolgok az az ítélet, az irgalmasság, azaz a kegyelem és a hit. Ugyanaz, amit Saul mond itt, az pedig az, hogy a hit nem elégséges, hanem cselekedni kell. Ezt mondja a Messiák is. Pedig ezeket kellene cselekedni. A hitet cselekedni kell. Hogy lehet a hűséget cselekedni? Valahogyan meg kell, hogy nyilvánuljon ez az ember életében. Hogyha ő azt akarja, hogy ő egy igazi világosság legyen a világban, ha ugyanúgy él, akkor nem lehet világosság. Ez pedig a görög szöveg Máté 23-23, kegyelem, hit. Ez a szó itt, pisztész, azaz hit. Itt van a görög kifejezés, pisztész, aminek jelentése a... Ez ugye a King James verzió, 240 alkalommal hit, így fordítják le. Meggyőződés az igazságról, bármiféle igazságról, hit. Vagy meggyőződés. Az úgynevezett Új Testamentumban pedig meggyőződés, vagy hit egy ember viszony és a teremtő viszonyában. Azaz a hit abban, hogy létezik Jahua és az ő dolgaiban. Bizalom és egyfajta különleges lelkesedés, illetve elszántság, ami a hitből fakad, és ahhoz kapcsolódik. Azaz egyértelműen ez a szó hitet jelent, legalábbis a használatát tekintve. Ami a Strong's definíciókat illeti, az pedig meggyőződés. Egy morális elhatárolódás, vagy meggyőződés. Valamiféle vallásos hitbéli igazsághoz. Meggyőződés, megbizonyosodás, hit, vagy hinni valamiben, hit, illetve bizonyosság. De hogyha megnézzük a Thayer's görög lexikon, akkor ugyan erre fogunk kiukadni. Meggyőződés. Ez a szó annyit tesz, mint hogy meg van győződve valaki valamiről, azaz hisz benne. Ugyanez a szó, amit használ Galatákhoz szinte minden fejezetben. A hármas fejezetben, a második, ötödik, hetedik, nyolcadik, kilencedik, tizenegyedik, versben, 12, 14, 22. versben. Azaz ez itt mind ugyanaz a kifejezés, amikor arról beszél, hogy az igaz ember hitből él, hogy a törvény nincs hitből, és hit által nyerjük el. Ez mind ugyanaz a kifejezés, amit itt hívségnek fordítottak. Úgyhogy
A törvényben a fontosabb dolgok, az ítélet, az irgalmasság és a hit. Ha itt azt mondja, hogy a törvény nincs hitből, akkor valami mást kell, hogy értsen az alatt, hiszen ez a törvény, amiről itt a Mashiach beszél, ami a Tora, amit cselekednünk kellene, ez igenis, hogy hitből van. Úgyhogy itt arra utal Saul, hogy ez a törvény, a Tora, ez nem hit kérdése, hanem aki azok szerint él, és úgy vezeti az életét, az az, aki majd élni fog azok által, illetve majd eljut a királyságba. Ő úgy fogja vezetni az életét a szerint. A hit nem elegendő. A másik pedig az, hogy az a törvény azonban, ami az állatáldozati törvény, az nincs hitből. Hiszen az a cselekedetekből van. Ott megölöm az állatot, és kész, és tovább állok. Elkövetek egy újabb bűnt, megölök egy újabb állatot. Ahhoz nem kell hit, ez volt a probléma vele. És a meggyőződésem, hogy Saul erről a kettősségről ír a Galatákhoz írt levelében. Ez az, ahogyan ő ezt érti. 13. Mashiach váltott meg minket a törvény átkától. Nem a törvénytől, hanem a törvénynek az átkától. Átokká lévén érettünk. Mi a törvény átka? Az előbb olvastuk el. Mindenki, aki megszegi a törvényt, átkozott. És a törvény megszegése az bűn. A bűn fizetsége pedig halál. Mert megvan írva, átkozott minden, aki a fán függ. Azaz visszautal a Torára. És ez pedig Dabarim 21-23. Ne maradjon éjjel az ő holtteste a fán, hanem temesd el azt még aznapon, mert átkozott Elohim vagy Jehova előtt, aki fán függ, és meg ne fertésztesd azt a földet, melyet Jehova, te hatalmasságod áld néked örökségül. Azaz ismét csak visszautal a Torára. És arról beszél, hogy ő lett az átok. Miért? Azért, mert mindazok a bűnök, amiket elkövetett az emberiség a tudatlanságában, a gyengeségében és az ostobaságában, azokért valakinek vállalnia kellett a felelősséget. És hogyha nem ő, akkor mi? Úgyhogy mi ezért mondja azt, hogy az igazulás hitből van, hiszen az embernek el kell hinnie, hogy ez megtörtént ez a dolog. Ha nem hiszi el, teljesen mindegy, hogy mi az, amit csinál. Hogyha én mindent a betű szerint csinálok, de nem hiszem el azt az áldozatot, amit a Mashiach vállalt, akkor nem lesz más áldozat az én bűneimért, csak is kizárólag én. Teljesen mindegy, hogy mikor tér meg az ember, mindenki bűnös egyszer az életében. És azért vállalnia kell majd a felelősséget. A másiák az, aki vállalja ezért. Azonban direkt szándékosan nem lehet vétkezni. Pontosan ezt fogalmazza meg a 14-es vers, hogy Ábrahám áldása másiákja húsában legyen a pogányokon, hogy a ruach, a lélek ígéretét elnyerjük a hit által. Ha nem hisz benne az ember, teljesen mindent, hogy mit csinál. Ha hisz benne, akkor viszont úgy kell cselekednie. Hiszen ha nem úgy cselekszik, akkor teljesen mindegy, hogy hisz vagy sem. Erről beszél Jakob, erről beszél mindenki. De többek közt erről ír Avri zsidókhoz 10-26-27, mert ha szándékosan vétkezünk az igazság megismerésére való eljutás után. Mi az igazság? Az ő szava, törvényei, bizonyságai, ítéletei, az ő útja. Ez az igazság. Ha vétkezünk, miután megtudjuk, hogy mi az, akkor többé nincs bűnökért való áldozat. Hiszen most már nincs arra lehetőség, hogy az ember áldozatot mutasson be. A másiák volt az az áldozat, amit egyszer bemutatott, azután hisz benne az ember, és átalakítja az életét, hogy ne kövessen el bűnt többé. Ez lett volna a lényeg akkor is, hogy elköveti a bűnt valaki, elviszi az áldozatot, látja, hogy a bűn fizetsége halál, valakinek meg kell halni érte, az az állat az, aki meghal az ő helyébe, és megtanulta volna, hogy akkor nem követel bűnt. Erről beszél a tanítómester. A tanítómester nem a Tora, tanítómester az áldozati törvény. De előre szaladunk akkor. Mi van, ha valaki bűnt követel? Mi a bűn? 1. Jehukanon 3.4. A bűn törvényszegés. A törvény megszegése a bűn. Milyen törvény? A Tora? Hanem ítéletnek valami rettenetes várása és a tűznek lángja, amely megemészti az ellenszegülőket. Ez van akkor, ha az ember nem hisz, hiszen ha nem hisz, akkor nincs áldozat a bűneiért. Ha pedig hisz, akkor úgy cselekszik és nem fog bűnt elkövetni. Az más, ha tudatlan, vagy ha gyenge, és elkövet véletlenül valamilyen bűnt, de az, hogy valaki tudja, hogy mit kell csinálni és bűnben él, az nem fogadható el. Rómaiakhoz 10-es fejezetben így ír Saul, mert a törvény vége másiák minden hívőnek igazságára. Mit is mond? A törvény célja, a törvény lényege, az másiák minden hívőnek igazságára. Ő az,
aki által megigazulunk. Miért? Azért, mert hiszünk benne. Nem azt mondja, hogy a törvény vége, a Tora vége, azt mondja, hogy az áldozati törvény vége, másiák, minden hívőnek igazságára, hiszen aki hisz, annak nem kell többé áldozat. Egyrészt nem fog bűnt elkövetni, másrészt, ha mégis véletlenül megteszi, akkor másiák az az áldozat. Neki nincs szükség többé az áldozati törvényre. Azonban a Torára mindenképp szükség van, hiszen ha nem lenne törvény, nem lenne szükség a másiák áldozatára. Az viszont lehetetlen, hogy valaki ismeri, hogy mit kell csinálni, és annak ellenére nem úgy él. Úgyhogy igazából lehetetlen nem megérteni azt, hogy miről beszél. Csak ha az ember valóban nem akarja. Ötös. Mert Mosé a törvényből való igazságról írja. Mit ír az igazulásról a törvény? Aki cselekszi azokat, él azok által. Ugyanaz, amit elmondott itt. Aki cselekszi azokat, él azok által. Erről beszél Saul a Galatákhoz írt levélben, de ugyanúgy erről beszél a Rómaiakhoz írt levélben. Él az ember azok által, aki cselekszi. Melyik törvény? A Tóra. Hiszen aki az szerint él, az úgy alakítja az életét. Az úgy fog viselkedni egyrészt, másrészt pedig az él a királyságban. Az az életre visz. Erről írt ugye Debarim 18-as fejezet szintén. A hitből való igazság pedig így szól. Ne mondd a te szívedben, kicsoda megy föl a mennybe, azaz, hogy másiákot aláhozza. Vagy kicsoda száll le a mélységbe, azaz, hogy másiákot a halálból felhozza. De mit mond? Közel van hozzád a beszéd, a szádban, a szívedben van, azaz a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk. Ha ezt mondta, akkor Mosé, hogy már akkor is a szádban és a szívedben volt, és ők ugyanezt hirdetik most, és ez már akkor is a hit beszéde volt, akkor nem az instrukciókról, a Toráról van szó. Ha az igazság, az igazulás hitből abban volt benne, ami közel volt hozzájuk, ami a szájukban volt, a szívükben volt, amit meghirdettek neki, az az, amiben hinnie kell az embernek, és aszerint élni. Hiszen a másiák maga az a szó, mint egy ember, aki eljött megmutatni azt. Ha hisz valaki benne, ő áldozatot vállal majd a véletlenül, vagy a tudatlanságában, vagy gyengeségében elkövetett bűneiért, illetve ha hisz benne, akkor elhiszi, hogy ez a szó, a Tanák, hiszen az Új Testamentum még nem létezett, az az, ami életre visz. És akkor az szerint fog élni. Erről beszél itt Saul, de ugyan erről ír Debarim 5 Mózes 30, 11, 16 azért, mert ez az idézet itt Rómaiakban innen való. Mert te parancsolat, melyet én a mai napon parancsolok néked, nem megfoghatatlan előtted, sem távol nincs tőled. Azaz, amit ő kért ezektől az emberektől, az egyáltalán nem olyan lehetetlen, ahogyan azt most az emberek megpróbálják beállítani. Hogy ezt nem lehet megcsinálni, ez rabság, ez átok, ezt senki nem tudta megcsinálni. Itt magyarázza el, hogy ez nem megfoghatatlan, és ez nincs távol tőled. Nem a mennyben van, hogy azt mondanád, kicsoda hág felérettünk a mennybe, hogy elhozza azt nékünk, és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt. Ugyanezt mondja Saul. Ki megy fel a mennybe, hogy másiákot lehozza? Miért, hogy másiákot? Mert ő volt az élő szó. Aki hisz benne, az elhiszi a Tanák szövegeit, az instrukciókat, és az azok által fog élni. Ezért mondja azt, hogy ki hozza le azt nekünk. Ekkor az emberek még nem ismerték úgy, mint Jehusa, a másiák, az élő szó. Ekkor még úgy ismerték, mint Jehua, az angyal, vagy a követ. 13. Sem a tengeren túl nincsen, ez még mindig ott Mózes. Hogy azt mondanád, kicsoda megy át érettünk a tengeren, hogy elhozza azt nékünk, és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt. Azaz ki az, aki el fogja hozni nekünk a tengeren túlról? Mit mond Saul, kiszáll le a mélységbe, hogy felhozza a másiákot a halálból. Miért a másiákot? Mert ő volt az a szó, aki megtestesült. Melyik szó? Az Ószövetség, hiszen az Új Szövetség nem létezett, nem lehetett más szó. Ő az, ki az, aki felhozza ezt számunkra? Ezt a szót? Ki az, aki elhozza, hogy megértesse velünk? Nem kell, hiszen közel van, és nem megfoghatatlan. Hol van?
felette közel van hozzád, ez ége, ez még mindig 5 Mózes, a te szádban és szívedben van, hogy teljesítsed azt. Ugyanezt mondja Saul. Közel van hozzád a szádban, szívedben, azaz, hogy teljesítsed, azaz a hit beszéde, melyet mi hirdetünk. Ez ugyanaz, amit ők hirdetnek itt, mint amit Mózesnek hirdetett akkor. Mi volt az az instrukciók? A Tora. Ez az, amiről beszél itt is Saul. Ugyanez az, amiről itt beszél Saul mellesleg. Amikor azt mondja, hogy a hit által él az ember. És azt mondja, hogy a lélek ígéretét a hit által nyerjük el. Milyen hit által? Az, hogy ebben hisz az ember. Ez a hit beszéde, a Tora maga a hit beszéde, amiben hinni kell az embernek, aminek a megtestesülése a másiák. Ez az, amit ők hirdetnek. Ők nem hirdetnek egy más dolgot, az, hogy ez el van törölve, meg ez átok, meg senki nem tudja csinálni, mikor az ellenkezőjét mondja itt is, meg itt is. 15. Lám, elődbe adtam ma néked az életet és a jót. Mi az? Ez az ige a jó és az élet. És a halált és a gonosz. Mi az? Annak az ellenkezője, ha nem úgy élsz. Átkozott vagy akkor, ha nem úgy élsz. Átkozott minden, aki meg nem marad mindazokban, amik megirattak a törvény könyvében, hogy azokat cselekedje. Erről beszél itt. Halál és a gonosz. Vagy így élsz, vagy a másik utat választott. 16. Mikor én azt parancsolom néked ma, hogy szeressed Jahuát, a te hatalmasságot, és járj az ő utain, mi az igazság útja? Tehelim Zsoltárok 119.30-34-ig. És tartsd meg az ő parancsolatait. Miről beszél, hogy szeresd Jahuát? Hogyan? Hogy tartsd meg az ő parancsolatait, rendeléseit, végzéseit. Élj és szaporodj, és megáldjon téged Jahuát, a te hatalmasságot a földön, melyre bemégy, hogy bírjad azt. Ez az élet. Aki így él, az él. Aki nem így él, az pedig a halált és a gonoszt választotta. Hogy visszatérjünk a rómaiakhoz, 10-eshez, ugye az arról beszél, hogy ezt hirdetik. 9-es, mert ha te száddal vallást teszel Adonai Jahusáról, azaz elismered azt, hogy ő az az áldozat, aki eljött értünk, és szívedben hiszed, azaz úgy beszélsz, úgy hiszel, hogy Elohim feltámasztotta őt a halálból, megtartató. Hiszen ez az, ami megtartja az embert. A hit abban, ő lesz az áldozat a bűneiért. Hogyha nem lenne áldozat, nincs élet tovább. Hiszen valakinek fizetni kell a bűnét. És mindenki bűnös, ezt meg fogjuk látni. Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal pedig vallás az üdvösségre. Azaz az ember először hisz a szívében, aztán vallást tesz az üdvösségre, és amint láttuk, azután úgy él bizonyítván azt a cselekedeteivel. Rómaiak az 3.23, mert mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek az Elohim dicsősége nélkül. Azaz mindenkinek el kell fogadnia őt, ha tetszik, ha nem. Most a legtöbb ember elfogadja, csak nem úgy él. Van egy réteg, aki nem fogadja el, de próbál úgy élni. A kettő nem fog működni. Csak a közé, ami közte van, az fog működni. Elfogadja, és úgy él. Mert mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek Elohim dicsősége nélkül. Azaz ez szükségszerű, ez a lépés. Ez a lényeg az egésznek. Így kényszeríti rá idézőjelbe a világra azt, hogy higgye. Vagy elfogadja valaki, és akkor adja neki a ruhák erejét, és úgy fog tudni élni, és áldozatot vállal, vagy pedig ha nem fogadja el, és nem úgy él, akkor pedig vállalja a felelősséget. De a hit nélkülözhetetlen az egész, sőt, az az egész kezdete. Rómaiak az 5.12.13 szintén ezt mondja, annak okáért, miképpen egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál, ugye ez Ádám, és aképpen a halál minden emberre elhatott, mivel hogy mindenek vétkeztek. Mindenki vétkezett, tehát mindenkinek szüksége van egy megváltóra, mert a törvényig vala bűn a világon. A bűn azonban nem számítatik be, ha nincs törvény. Ha nincs törvény, akkor nem tudjuk, hogy ki a bűnös. Hogyha nekünk szükségünk van egy megváltóra, akkor lennie kell törvény. Lényeg azonban az, hogy mindenki vétkezett. Úgyhogy ezt az áldást a hit által nyeri el az ember. Következő 15. Atyám fiai, ember szerint szólok, lám az embernek megerősített testamentumát, vagy szövetségét, senki erőtelenné nem teszi, sem ahhoz hozzá nem állt. Ugye ez az Ábrahámnak tett ígéretről beszél. Az, hogy ezt nem lehet eltörölni. Hozzá nem lehet adni. Az ígéretek pedig Ábrahámnak adattak, és az ő magvának. Nem mondja, hogy magvaknak,
Mint sokról, hanem mint egyről, és a te magadnak, aki a másiak. Ugye akkor még az emberek nem tudták, hogy miről beszél pontosan. Ő tudta nyilvánvalóan, azonban a legtöbb ember még nem érthette, hiszen nem látta a jövőt. Most már tudjuk, hogy amit ott mondott, hogy a te magodban áldatnak meg minden népek, ez volt a másiák. Ez az, aki elhozta ezt az ígéretet, ezt a lehetőséget az egész világnak. 17. Ezt mondom pedig, hogy a kötést, melyet Elohim először megerősített a másiákra nézve, a 430 esztendő múltán keletkezett törvény nem teszi erőtelenné, hogy megsemmisítse az ígéretet. Mert ha törvényből az örökség, akkor többé nem ígéretből. Ábrahámnak pedig ígéret által ajándékozta azt Elohim. Azaz megmondta, hogy ez, hogy az ő magvában fognak megáldatni minden népek, és hogy a hit által nyerik el. Megígérte nekik. Ez azt jelenti, hogy teljesen mindegy, hogy mit csinál az ember az életében, nem az a lényeg. Nem az az oka, hogy ő megkapta ezt az ígéretet, hanem az, hogy ez már korábban egy szövetség része volt. Megígérte, hogy a hit az, ami által megadja. Ezért dolgozta ki azt a tervet, hogy kell egy másiák. Ha azt mondta volna, hogy a cselekedetei által, akkor kidolgoz egy törvényt, és azt mondja, hogy aki így él pontosan, akkor az eljut oda. De azt mondta, hogy a hit által ki kellett dolgozni egy olyan útvonalat, ami lehetővé teszi, hogy a hit által jussanak el oda. Ez pedig maga a másiák. Elküldte a szót, mint megalkotta a törvényt, elküldte a szót, aki áldozatot vállalt a bűnért, és aztán azt mondja, hogy aki ebben hisz, az az, akit majd ő segíteni fog, és az indítja el ezt a folyamatot. Erről beszél itt, nem arról, hogy nincs törvény, lennie kell törvénynek, hogyha van bűn és áldozatra van szükség. Azt mondja, hogy nem a törvényből van az örökség. Semmiképpen sem az áldozati vagy a farizeusi törvényekből. Az kétségtelen. Hanem azt mondja, hogy a hit az alapja az egésznek, nem a cselekedet. Azonban a kettő kéz a kézben jár. 19-esben egyértelművé teszi, hogy melyik törvényről beszél. Ugye a 18-ban azt mondja, hogy törvényből van az örökség. 19. Micsoda tehát a törvény? Tora. A bűnök okáért adatott, amíg eljő a mag, akinek tétetett az ígéret, rendeltetvén angyalok által közben járó kezében. A bűnök okáért adatott. Melyik törvény adatott a bűnök okáért? Az állat áldozati törvény. Ez, ami hozzá adatott. A bűnök okáért adatott. Lennie kellett bűnnek, mielőtt ezt a törvényt hozzáadta. Hiszen ha nem lett volna bűn, akkor nem kellett volna hozzáadni. Azt mondja, hogy a bűn okáért adatott. A bűn az, ami miatt ki kellett. Bűn volt a kezdetektől fogva. Ádám bűnt követett el, Kain bűnt követett el, az összes ember bűnt követett el. Ez egy specifikus időszakról beszél. A 430 esztendő múltán keletkezett törvényről beszél. Az állat áldozati törvény volt hozzáadva ehhez az egészhez, a bűn miatt. Nézzük meg, hogy mi az, amikor hozzáadatott ez a törvény, illetve melyik az a pillanat, amikor ez megtörténik. Semot, 32-es fejezet így szól, mikor látá a nép, hogy Mosé késik a hegyről leszállani, egybegyűl a nép Áron ellen, és mondá néki, kelj fel, csinál nékünk hatalmasságokat, akik előttünk járjanak, mert nem tudjuk, mi lőnt dolga a férfiúnak, Mosénak, aki kihozott minket Mizraim Egyiptom földéből. Úgyhogy az emberek már akkor se tudták, hogy mi a lényeg igazából, ugyanúgy, ahogy ma. De ez volt az a pillanat, amikor megcsinálták az aranyborjút. Ugye Áron azt mondja, hogy gyűjtsétek össze, aztán kifaragja az aranyborjút, oltárt épít, és aztán azt mondja, hogy másnap égő áldozat, hála áldozat lesz ennek a bornyúnak a tiszteletére. Hetes versben így szólja hú a Mósénak. Eredj, menj alá, mert megromlott a te néped, melyet kihoztál Mizraim Egyiptom földéből. Hamar letértek az útról, melyet parancsoltam nékik, borjúképet öntöttek maguknak, azt tisztelik és annak áldoznak, és azt mondják, ezek a te isteneid, Izrael, akik téged kihoztak Mizraim Egyiptom földéből. Ez volt az a bűn, ami után meglátjuk, hogy mi is történik. 19-es versben is, mikor közeledett volna a táborhoz, látta a borjút és a táncolást, és felgerjedt a Mósé, Mózes haragja, és elveti kezéből a táblákat, és összetöri azokat.
Fogá borjút, melyet csináltak vala tűzben megégeté, apróra töré, míg nem porrá lett, és vízbe hintvén itatá azt Izrael fiaival. 26-os vers, megáll a Mosé a tábor kapujában is mondta, ki Jahuáé, ide hozzá, és gyűlének ő hozzá mind a Lévi fiai. Ez az a pillanat, amikor az elsőszülött helyett Jahua a lévitákat fogja választani, mint papságot, és ők azok, akik majd az áldozatokat végre fogják hajtani. Ez az a pillanat, amikortól áldozatokat kell az Izrael fiainak hozni, mivel bűnt követtek el, mégpedig megszegték a második parancsolatot, hogy faragott képet csináltak maguknak, és azt imádták. Halál lett volna annak a bűnnek a büntetése, azonban megkönnyörült rajtuk, és hozott egy törvényt, és ennek az lett a következménye, hogy áldozatokat kellett bemutatniuk több ezer éven át. Ez az, amit a léviták végrehajtottak később. Ez volt az a törvény, amit hozzáadtak a bűn miatt. Az állat áldozati törvény. Ugye megmondja Mosé, hogy bocsáss meg bűnöket, ha pedig nem töröl ki engem a te könyvedből, melyet írtál. Így szól Jahua. Aki vétkezett ellenem, azt törlöm ki az én könyvedből. Most ezért eredj, vezesd a népet, ahová mondottam. Ímé az angyalom, a Malák megy előtted, és az én látogatásom napján ezt az ő bűnöket is meglátogatom. És megverte Jahua a népet ezért, amit cselekedtek a borjúval, melyet Áron készített. Ez az az incidens, vagyis esemény, amelynek a következtében a lévita papság megalakult, és az első szülöttről egy másik csoportra került át a kiválasztásnak a joga. És ezután a következő könyvében, a három Mózesben, a Léviták könyvében elmondja, hogy hogyan zajlanak ezek az ajándékok, hogyan zajlanak ezek az áldozatok, és mi az, amit tennünk kell folyamatosan, állandó jelleggel azért, mert megszegik az ő törvényeit. És nem azok szerint élnek. Ez az a törvény, ami a bűnök okáért adatott. Ez az állatáldozati törvény. A törvény már rég megvolt, hiszen a törvény az nem a bűnök okáért adatott, a törvény az a szövetség maga. A törvény jelképezi a szövetséget. Aki elfogadja azt az úgymond törvényt, ezek tulajdonképp instrukciók, nem törvények. De aki elfogadja az instrukciókat, az része a szövetségnek. Aki elfogadja és hisz, elfogadja a másik ajándékát és az ő áldozatát, onnantól kezdve úgy kell, hogy éljen. Ha úgy él, akkor viszont nem szegheti meg a törvényt. Ha viszont megszegi, annak megvannak a következményei. És ez az, ami hozzáadatott. Ez az a törvény, amit eltörölt. Addig, amíg eljön a mag. A mag nem a törvényt szünteti meg, azt a törvényt szünteti meg, amelyik az áldozatokat leírja. 20-as. Közbenjáró pedig nem egyi, tehát a mag az egy, az Ábrahám magja, az az egy magból való, de nem egyi, hanem az egész világé. Elohim, Jahua ellenben egy, Jahua az egész világnak a hatalmassága. Ő mindenkit vár ebbe a szövetségbe, azonban ennek megvannak a feltételei. 21. A törvény tehát Elohim ígéretei ellen van-e? Távol legyen. Ez az állat áldozati törvény az Elohim ígéretei ellen van. Dehogy is? Ha olyan törvény adatott volna, mely képes megeleveníteni, valóban a törvényből volna az igazság. Ha egy olyan törvényt adott volna, ami képes az embereket ráterelni a jó útra, megeleveníteni, hogyan él az ember, ha a törvény szerint él. Azt mondta az előbb már számos helyen, hogy ha a törvény által él az ember, akkor él, akkor jut el a királyságba, akkor nyeri el az örök életet. Ha olyan törvényt adott volna, ami rá tudta volna vezetni őket erre az útra, azaz megeleveníti őket, akkor valóban abból lenne az igazság, azonban nem tudott olyat adni, hiszen az ember szívével van a probléma, nem az ő törvényeivel. Így ezt dolgozta ki, elhozta a másiákot, aki hisz benne, az megkapja a Ruach HaKodesh segítségét, és aztán azzal a ruákkal együtt munkálkodva járja az utat, melyet a Torah törvény, a szövetség törvényei kijelöl. Két különböző törvényről van szó. Erről ír Avri 10-es fejezet szintén, mint hogy a törvényben a jövendő jóknak árnyéka, nem maga a dolgok képe van. Ennél fogva azokkal az áldozatokkal, amelyeket esztendőnként szüntelenül visznek, sohasem képes tökéletességre juttatni az odajárulókat. Szó szerint azt mondja, amit Galatákhoz ír. A törvény nem képes tökéletességre juttatni azokat,
Azonban ez egy áldozati törvény. Az áldozat nem volt elég, az emberek nem értették meg az üzenetet, hogy a bűn következménye halál. Teljesen mindegy, mennyi állatot daraboltak, meg égettek el, nem fogták fel. Ezért kellett egy jobb. Azonban ebben a törvényben az eljövendő jóknak az árnyéka volt. Mi az eljövendő jó? A másiák. Ők előre vetítették a másiák áldozatát. Ez nem a Tora volt, persze a Tora is, hiszen az maga a másiák. Azonban itt az áldozati törvényről beszél. Miért? Ha működött volna, megszűnt volna az áldozás. Mivel, hogy az egyszer megtisztult áldozók többé semmi nemű bűntudatot nem bírtak volna. Ha működött volna, akkor egész egyszerűen az emberek nem követtek volna el több bűnt. Megértették volna, hogy mi a lecke, és a bűn abban maradt. Azonban nem értették meg. Nem a törvény volt rossz, a Tora, az instrukció, hanem az emberek. De azok esztendőnként bűnre emlékeztetnek. Mert lehetetlen, hogy a bikák bakok vére eltörölje a bűnöket. Ezért a világba bejövetelkor így szól. Ki? A másiák? Áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nékem. Égő és bűnért való áldozatokat nem kedveltél. Ő ezeket utálta, ezeket az áldozatokat. Miért? Mert a bűnre emlékeztették. Ő nem akarta ezeket az áldozatokat. Ő mit akart? Hogy cselekedjem, ó Elohim, a te akaratod. Akkor mondám, ími, itt vagyok, a könyv fejezetében írva van rólam, hogy cselekedjem a te akaratod. Ő ezt akarta. Ő nem ezeket az áldozatokat akarta, a vért, a halált, meg az égetést. Ő tanítani szerette volna ezeket az embereket. Ezek azok, amik elvezetnek minket a másiákhoz. Hogyha az ember hajlandó megérteni, hogy két külön törvényről van szó, hiszen ennek nincs is értelme a Tora nélkül. A Tora az egész szövetség alapja. Ő erről soha nem beszél úgy, mint hogy az egy opció azt nem csinálni. Az egész szövetség. 8-as. Fentebb mondván, hogy áldozatot és ajándékot nem, és égő, meg bűnért való áldozatokat nem akartál, sem nem kedveltél, amelyeket a törvény szerint visznek. Milyen törvény a Tora? Az, amiben a léviták törvényeiben van leírva, hogy a bűnnek ez bűnét ez az áldozat jár. Akkor ezt mondta, íme itt vagyok, hogy cselekedjem a te akaratod. Ez az, amit akar, nem az áldozatok. Eltörli az elsőt, az áldozatokat, azonban meghagyja a másodikat azt, hogy cselekedje az akaratát. Mi az ő szava? A Tora? Az instrukció? Amely akarattal szenteltettünk meg egyszer s mindenkorra, Jahusá HaMásiák testének megáldozása által. Mi ez az akarat? Az ő akarata. Mi az ő akarata? Már megnéztük számtalanszor. Az ő akarata, hogy a törvény a szívünkben legyen. Ez az az akarat, amellyel megszenteltetünk. Mit jelent az, hogy megszentel? Az, hogy elválaszt, kiválaszt, külön választ, az, hogy más, mint a világ. Mi az az akarat? A Tora instrukciók. Aki azt szerint él, az lesz más, mint a világ. Aki nem azt szerint él, az ugyanolyan lesz, mint a világ valamilyen formában. Ez szenteli meg. Jehukanon 17:17 megmutatja. Szenteld meg őket a te igazságoddal, a te ígéd az igazság. Honnan jön a hit a hallásból? Honnan jön a hallás az igé által? Honnan jön a szentelés az ő igé által? Mi a szentelés az ő igazsága? Ez az egész egy és ugyanaz oda utal vissza a Torára. Ez az, ami által megszentel. Mit mond itt? Hogy szenteld meg őket azzal az akarata. Mi az akarata, hogy a Tora a szívünkbe legyen? Eltörli az elsőt, melyiket? Az áldozati törvényt, meghagyja a másodikat. Mi az ő akarata? Mi az íge, az igazság? Tehelim 49-es, hogy teljesítsem a te akaratodat, ezt kedvelem, én hatalmasságom, a te törvényed, a keblem közepette van. Mi az ő akarata, hogy a törvénye a mi szívünkben legyen? Miről beszél itt? Arról, hogy az ő akaratát cselekedje. Mi az ő akarata? Hogy a törvény a keblünk közepette legyen. Mi szentel meg az ő igéje? Honnan jön a hit? A hallásból. Minek a hallásából? Az igéje hallásából. Az egész ugyanoda vezet vissza. Eltörli az állatáldozatokat, mert nem működött, elhozza a másiákot, ami az élő szó, ha abban hiszünk, miben? Az ő szavában, akkor megelevenedünk, akkor jön a ruák, és akkor azt szerint fogunk élni. 11. És minden pap naponként szolgálatban áll, és gyakorta viszi ugyanazokat az áldozatokat. Miről beszélt az elején? Hogy a törvényben a jövendő jóknak árnyéka van, de nem a dolgok képe. Melyik törvényben? Az áldozati törvényben. Amelyek sohasem képesek eltörölni a bűnöket. A probléma mindig is a bűn volt. A probléma nem a törvény volt, a probléma az ember szíve volt, ami a bűn felé húzódott. Ez volt a probléma. Ő azonban egy áldozattal áldozván a bűnökért mindörökre ül le Elohimnek jobbjára. Várván immár
míg lábainak zsámolyául vettetnek az ő ellenségei, mert egyetlen egy áldozatával örökre tökéletesekké tette a megszentelteket. Erről beszél itt. A törvény nincs az ő ígéretei ellen. Egyszerűen csak az ember van az ellen. 22. De az írás mindent bűn alá rekesztett, hogy az ígéret Jahusá Hamásiában való hitből adassék a hívőknek. Erről beszéltünk az előbb. Mindent a bűn alá rekesztett, hiszen az embernek a szíve volt gonosz, a törvény jó lett volna, az ember nem akart úgy élni, így mindenki bűnössé vált, tehát a cselekedeteiből nem tudott eljutni Jahuához. Az ígéret mi volt? Hogy hitből jut el. Mit talált ki? Az, hogy akkor elküldöm a szavam, mint egy élő embert, áldozatot vállal ezeknek a bűneiért, és annyi a teendőd, hogy elhiszed ezt, és eljutsz az életbe. Azonban, ha elhiszed, én elküldöm az ő lelkét hozzád, ami vezet, és majd akkor a törvényeim szerint fogsz élni. A törvény nem megy sehova, a bűn megy el. Már nagyon régen tudták ezt az emberek, Tehelém 40-es fejezet 7-től 9-ig így szól. Véres áldozatot és ételáldozatot nem kedveltél, füleimet fölnyitottad. Ugye ez ugyanaz az idézet, ami zsidókhoz van, hogy egy testet alkottál nekem, csak egyszerűen ez a fordítás ugye félrefordította azt. Égő áldozatot és bűnért való áldozatot nem kívántál. Akkor azt mondtam, ívé jövök, könyvtekercsben van írva felőlem, hogy teljesítsem a te akaratodat. Mi az? Ó, Elohim, a te törvényed a keblem közepette van. Ez volt az, amit ő mindig is akart. Ebben össze van foglalva az egész új szövetség. Elküldte a fiát, ami az ő szava, mint egy embert, áldozatot vállalt a bűneinkért, elhisszük azt, onnantól kezdve elküldi a ruákot, úgy élünk, és eljutunk a királyságba. Ő az engedelmességet akarta, nem pedig az áldozatokat, különösen nem a szavakat. 23. Minek előtte pedig eljött a hit, a másik formájában, törvény alatt őriztettünk, az áldozati törvény alatt, egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig. Mi a hit? A másiák eljövetele. Amíg az eljött, addig a törvény volt az, ami megmutatta, hogy hogyan kellene, ami próbálta tanítani ezeket az embereket. Az áldozatok folyamatosan, állandó jelleggel, hogy áldozniuk kellett. Az volt az, ami őrizte őket, ami próbálta volna nekik mutatni az utat. Míg meg nem értette mindenki, hogy miről van szó. Ekként a törvény másiákra vezérlő mesterünké lett, hogy hitből igazuljunk meg. A törvény az áldozati törvény, ami oda vezetett volna. Mit mutatott meg? Azt, hogy a bűn eredménye halál. Rómaiakhoz 6.23 újra ugyanerről számol be, a bűn zsoldja halál. Ez volt az, ami vezérlő mesterünké vált, és elvezetett volna minket a hithez, azonban nem volt elegendő. Ezért volt szükség magára a másiákra. Saul következetesen ezt mondja, az Elohim vagy Jahu a kegyelmi ajándéka pedig örök élet Adonai Jahusá a másiákban. Azért, mert az ő belévetett hit az, ami elvezet minket hozzá. Ez adja meg az örök életet. Utána persze jön a folyamat, amiről már beszéltünk. De ez az első. 25. De minek utána eljött a hit a másiák formájában? Nem vagyunk többé a vezérlőmester alatt. Mi volt a vezérlőmester? Maga az áldozati törvény. Azaz, ami elvezetett volna minket idáig. Illetve őket odáig, de nem működött. Hogy is lehetne más a vezérlőmester, mikor a zsidókhoz leírta az előbb a 10-es fejezetben, hogy az volt az, ami a jövőben nióknak az árnyéka volt. Miután eljött a másiák, nincs szükség erre többé. A farizeusok azt akarták, hogy legyen, hiszen ők ebből ez volt a megélhetési forrásuk. Az, hogy ők voltak a csúcsán ennek az egész birodalomnak. Olyan értelemben ennek a hit birodalom. Ők voltak a törvény tudói, és ők voltak azok, akik learatták ennek a gyümölcsét. Csak sajnos hozzáadták a saját törvényeiket, és igazából nem a Tora szerint éltek, hiszen nem cselekedték azt, ami az, a szeretet Elohim felé és embertársaik felé. Egy félreterelték az embereket, ezért kellett, hogy eljöjjön a másiák többek közt. Miután eljött, többé nem kellett ez az áldozati törvény, ami amúgy sem volt képes működni. Ez volt a büntetés egyben. Nem csak a vezérlő
mester, hanem a büntetés is ez volt. Az, hogy végig kellett menni ezeken a cselekedeteken. Ezek voltak a törvény cselekedetei, amelyekről beszél. 26. Mert mindnyájan Elohim fiai vagytok, a másiák Jahusában való hit által. Ezért mondta, hogy a mag az egyből jött, azonban Elohim mindenki, és a megváltó nem egyé, hanem mindenki. Hiszen mindenki, aki hisz benne, az eljuthat hozzá. Mert akik másiákra bemerítkeztek, másiákot öltöztétek fel. Aki bemerül, meghal, feljön, újjászületik, az magára ölti ezt az embert a hit által, és abban a törvényben fog élni. Nem mondja, nem gondolja, nem a szájával csinálja ezt az egészet, hanem a cselekedeteivel bebizonyítja. Úgy, ahogy Jakobus második fejezet leírja ezt. Hogyha eljött a kegyelem, akkor lehet bűnt elkövetni? Távol legyen. Ezt mondja Saul Rómaiakhoz 6-os fejezetben. Mit is tehát? Vétkezzünk-e, mivel hogy nem vagyunk törvény alatt, hanem kegyelem alatt? Távol legyen. Nem tudjátok, hogy akinek odaszánjátok magatokat szolgákul, az engedelmességre, ez az egész élet az engedelmesség kérdése. Kinek engedelmeskedik az ember? Az ellenségnek, vagy Jahuának? Hogy lehet Jahuának engedelmeskedni, ha nincs törvény? Mondogatva? Vagy hogy? Gondolva? Nyilván kell, hogy legyen valami, aminek engedelmeskednünk kell. Annak vagytok a szolgája, akinek engedelmeskedtek. Kinek? Annak, hogy nincs törvény, azt csinálsz, amit akarsz, vagy annak, aki azt mondta, hogy ezt csináld, és akkor vagy az enyém. Annak vagytok a szolgái, akinek engedelmeskedtek, vagy a bűnnek halára, az a Saul is tudja, hogy még mindig van bűn, vagy az engedelmességnek igazságra. Mi az igazság? Az ő szava, ahogy megbeszéltük. Két út van. Saul pontosan tudja, hogy miről beszélt. Ő tudja, hogy még mindig érvényes a Tora törvény. Az, hogy kegyelem alatt vagyunk, hogy azonnal nem jön el a kőzápor, az egy másik kérdés. Az nem azt jelenti, hogy nincsen törvény, az csak azt jelenti, hogy az ítélet az nem azonnali, hanem tudja, hogy mindannyiunknak vissza kell térni arra az útra, hiszen nem úgy nevelkedtünk. Időt ad nekünk, hogy eljussunk oda. De hogy hova, azt a Tora jelöli ki. Vagy annak engedelmeskedünk, az igazságnak, vagy pedig a bűnnek a halálra. Aki bűnt követel, egyehukanon 3-4, a törvényt megszegi, az halálra jut, tetszik vagy sem. Akár mennyire is szereti ő az embert, vagy nem, megmondta, hogy ez a következménye, és ő nem változik meg. Oké, nézzük meg még egyszer. Ugye Másiák az, aki a hitet elhozta. A Ruach HaKodes az, aki most ezt továbbviszi. Mindenki, aki hisz benne, az Elohim fia. Mindenki, aki alámerítkezik, az utána onnantól kezdve úgy fog élni. Nézzük meg Rómaiakhoz 8-as, mit mond. Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Másiák Jahusában vannak. Ugyanezt mondta itt is. Akik nem a test szerint járnak, hanem a ruach vagy a lélek szerint. Akkor ezek szerint lehet a lélek szerint járni, meg lehet a test szerint járni. Mi az, ami meghatározza, hogy mi a test szerint való járás? Mi az a rendszer, ami megmutatja az embernek, hogy hogyan kell a test szerint járni, és hogyan kell a lélek szerint járni? Lennie kell egy ilyen rendszernek. Ez maga a Tora. Pontosabban a Tanák, amit az Ószövetségnek hívnak. A proféták, a törvények és a zsoltárok. Ez mutatja meg a helyes utat. Mert Jahusának a másiában való élet lelkének törvénye, azaz van egy törvény, a Jahusa Hamásiákban való élet, ahogyan ő szerinte kell élni, annak van egy lelke, ami a Ruach HaKodes, és annak van egy törvénye. Ugyanis Saul szintén nem látta életben a másiákot, tehát neki szüksége volt a Ruachra, hogy az vezesse. Szóval, a Jahusa Hamásiák van való életnek, van egy lelke, és annak van egy törvénye, ami a Tora. Ez az, amit elhoz az a lélek. Ez szabadít meg engem, mitől? A bűn és a halál törvényétől. Két külön törvény van. A bűn és a halál törvényétől, ami az áldozati törvény. Hiszen aki hisz, annak nem kell áldozatot bemutatni. Ugyanúgy ez ennek az életnek a lelke,
Ez megszabadít minket a bűntől, hiszen ez megmutatja a helyes utat. Nekünk nem kell aggódnunk a bűn és a halál törvénye miatt, hiszen mi ezen az úton járunk. Mert ami a törvénynek lehetetlen vala, mivel hogy erőtlen vala a test miatt, Elohim az ő fiát elbocsátván, bűn testének hasonlatosságában és a bűnért, kárhoztatá a bűnt a testben. Melyik törvénynek? Az áldozati törvénynek lehetetlen volt, mivel a test erősebb volt, mint a látványa annak a halála. Az ember nem érdekelte az a galamb, vagy az a bornyú, vagy az az akármi, akármennyit is darabolt fel, őt nem érdekelte, hanem ment visszafele, a test húzta bele a bűnbe. Tudta, hogy annyit kell csinálni, hogy földarabolni egy olyan állatot. Mit számított az neki? Azonban Jahua elküldte az ő fiát, ő lett ez az áldozat, mint a bűn teste, a mi bűneinkért, és ezzel kárhoztatta a bűnt az ember testében. Ezzel mutatta meg, hogy mi a következménye a bűnnek. Hogy értse meg az ember, hogy meghal valaki akkor, ha bűnt követel az ember. És így hisz az ember, és utána a ruach vezeti tovább. A másik az, hogy maga a Tora sem volt képes az embert rávinni az útra, mivel hogy az ember mindig is a bűn felé vonzódik. Kellett valami, ami vezesse az ember. Az pedig a hit. Természetesen voltak, akiknek volt hite, hiszen voltak igaz emberek akkor is. Azonban ez az a módszer, amit kidolgozott annak érdekében, hogy visszavezesse az egész világot, amikor már mindenki eltért az ő útjára, amikor már nem volt az ő népe sem itt, hogy mutassa az utat. Ha már a bűnnél tartunk, Jákob 1-es fejezet 15-16 így szól, aztán a kívánság, azaz a bujaság megfogamván, azaz a gondolat belül, bűnt szül, a bűn pedig teljességre jutván halált nem. Ha még Jakób is erről beszél, akkor kell, hogy legyen valami, ami meghatározza, hogy mi a bűn. 1 Jahu 3-4, a bűn törvény szegés, a törvény megszegés a bűn. Ne tévejegjetek, szeretett atyám fiai, azaz a bűn teljességre jutván halált nemz. Ez az, amiért kell egy áldozat. Vagy az ember vállalja magáért a felelősséget, vagy hisz másiákban, engedi, hogy az átvállalja, azonban annak megvan a menete, és annak megvan a következménye. Az pedig az, hogy utána a ruák vezetését el kell fogadnia, és a Tora szerint kell élnie. A hit cselekedetekben nyilvánul meg. Nincs Yahudim, vagyis zsidó, sem nem javani, vagyis görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok Mássiah Jehusában. Csak akkor lehet az ember egy vele, ha úgy él, ahogy ő élt. Ha ő tökéletesen a törvények szerint élt, akkor én nem élhetek úgy, mint egy pogány, vagy félig úgy, mint ő, és egy leszek vele. Akkor leszek egy vele, ha úgy élek, ahogy ő élt. És tetszik vagy sem, de mindenki kivétel nélkül ebben a könyvben, az elejétől a végéig erről beszél. Ugyanúgy, ahogy Saul. Ha pedig ti másiákéi vagytok, tehát Ábrahám magva vagytok, és ígéret szerint örökösei. Mi az ígéret? Hogy a hit által fog mindenki, akinek megvan ez, akiben ez megvan, üdvözülni. Ez az ígéret. A hit azonban cselekedetekben nyilvánul meg. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!